tematikus és nyílt napot tartottak a Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban. A rendezvényen a biodiverzitás fontosságáról volt szó, a pályaválasztás előtt álló diákok pedig betekintést nyerhettek az iskola oktatási rendszerébe. A diákok megismerhették Magyar Kanizsa község természetvédelmi területeit és értékeit, valamint szó esett a szelevényi erdőről, Magyar Kanizsa halász és vadász területeiről. Págycs László Iván előadó külön kiemelte a járást és annak élővilágát. Reméljük, hogy most már hamarosan, a közeljövőben le fogják védeni a járásunk, ami egy szikes, szikes tájról van szó, és egy nagyon fontos pontja az élővilágnak, ami jelenleg ninc, még mindig nem védték le, de nagyon várjuk, mert sajnos a puszta az egyre, egyre degradálódik, egyre jobban szántsák be, egyre jobban teszik tönkre, és ezért kellene ezeket megfékezni és megmenteni ezt a tájat. Mert ez Kanizsa községnek is nagyon fontos lenni, nem csak turisztikai szempontból, abból is nagyon sokat dobna rá, hanem ugyanúgy egy, élő, egy, egy, egy egészséges élővilágot teremteni. Második alkalommal szervezték meg a tematikus napot, melyen a helyi középiskola diákjai mellett felvidéki, magyarországi és erdélyi középiskolák tanulói is részt vesznek az Erasmus pályázat eredményeként. A biodiverzitás témakörével játékosan több tanteremben foglalkoztak. Tanárok is készültek, az előző órákon volt anagramma megfejtés, tehát az összekevett betűkből kellett a biodiverzitással kapcsolatos szavakat kitalálni, tehát élőlényeket, egy táborra készülünk most, ahol tíz gyerek fog részt venni Erdélyben egy kotáborban, minden partneriskolából szintén tíz gyerekkel. Illetve még most folyik egy kutatás, ami kérdőéves kutatás volt a környezetvédelemmel, újrahasznosítással, kapcsolatosan milyen messziről vásárolunk a piacon, vagy a, milyen termékeket vásárolunk ezzel kapcsolatosan. A tematikus nap mellé nyílt nap is társult. Ilyenkor a pályaválasztás előtt álló diákok betekintést nyerhetnek az intézmény és a hozzátartozó tangazdaság működésébe. A következő iskola évben 90 magyar ajkó elsősnek tudnak helyet biztosítani 4 és 3 éves szakon, mezőgazdasági és gépész szakirányon négy éves szakon a gépésztechnikus számítógépes szerkesztői szakra, illetve mezőgazdasági technikus szakra, illetve három éves szakra gépjármű szerelőket várunk, illetve víz, fűtés és klimatizáló berendezés szerelőket. A három éves szaknál azt kellene, hogy kiemeljem, hogy ez a két szak magyar nyelven egyedül nálunk nyílik Szerbiában, tehát igen nagy az érdeklődés iránta A tanintézmény egyébként máskor is látogatható az érdeklődők számára bővebb információval szolgálnak a következő iskolai évben is induló szakokról